Zebegény újra beleszaladt a késbe a Megye 3 északi csoportjának legutóbbi játéknapján. A sereghajtó gárda a bajnoki cím egyik esélyeséhez, Szőthöz látogatott, és ugyan a találkozó 25. percében Seirik Máté révén ki tudott egyenlíteni a csapat, a hazaiak ezt követően mészárlást rendeztek, és 12-1-re legyőzték Zebegényt. Természetesen messze ez volt a hétvége legnagyobb arányú győzelme, bár a másik bajnok esélyes, Püspök Szilágy sem kímélte Rádot, 5-0-ra nyert idegenben. Márjan Osztra egy szoros mérkőzésen szenvedett 3-2-es vereséget a Váci Reménységtől, Nagymaros és Vác Rádot pedig szintén hozta a kötelezőt, és otthon tartotta a 3-1-séggel. Püspök Szilágy és Sződ 58 ponttal vezeti a tabellát, előbbi csapatnak 34-jel jobb a gólaránya, ezért kezdődik az ő nevével a lista. Vác Rádot és Nagymaros is tartja a lépést az élenállókkal, Rád viszont vereségével leszakadni látszik, már a dobogós helyektől is. Ami borítékolható, Márjan Osztra és Zebegény még fordulókig megőrzi helyét, hiszen előbbi a 14. pozícióban áll, 9 ponttal, 10-zel lemaradva Galga Györgytől, míg utóbbi a sereghajtó pozíció birtokosa, továbbra is 0 ponttal. Zebegény is átlépte a mínusz 100-as gólarányt, mint láthatják, már 101-jel kapott több gólt Zebegény, mint amennyit rúgott. Május 1-én Zebegény Szokolyát látja vendégül, délután 5:30-tól, egy héttel később pedig Márjan Osztrán vendég szerepel az együttes, szintén 16 óra 30 perces kezdéssel. Kisebb fajta csoda történt a Megye 3 nyugati csoportjában, ahogy a képen is láthatják, Duna Bogány nem szerzett gólt legutóbbi mérkőzésén, igaz nem is kapott. Fót lett ebben a szezonban az első együttes, mely Bán Tibor fiaitól pontot csent. 0-0-ra végeztek a felek Duna Bogdányban. Visegrád, Kálmán Gábor, Stefanek Ferenc és Meszerek Norbert góljaival simán elintézte Pilis Szent Lászlót, Tajtott falu pedig a még halovány bajnoki reményeket tápláló Páty otthonában szenvedett 3-1-es vereséget. A Pilishegységi derbin Szent Iván győzött 1-0-ra, míg Budajenő 6-2-re verte Nagykovácsit. Ezzel el is fogyott Bogdány előnye a tabellán, ám tegyük gyorsan hozzá, a csapat két mérkőzéssel kevesebbet játszott, bár azokat először is meg kellene nyernie Bán Tibor tanítványainak. Visegrád 6 pontra ellépett Tajtót falutól, de mindkét gárda maradt a helyén, előbbi a 8., utóbbi a 9. pozícióban. Egyetlen változás történt a tabellán az előző fordulóhoz képest, Magyarod megelőzte Pilis Szent Lászlót. A sort továbbra is kis alak zárja. A következő fordulóban Duna Bogdány Magyaródon lép pályára, Tahitót falu pedig Nagykovácsi vendége lesz, egy nappal később Visegrád Pilis Szántóra utazik. Budajenő ebben a körben szabadnapos lesz, így amennyiben Bogdány nyer, úgy visszaáll a 3 pontos különbség a csapatok közt. A 26. játéknap sem állít megoldhatatlannak ígérkező feladatot a lista vezető elé. Bogdány ekkor a 13. helyezett Csobánkát fogadja, május 8-án délután 5:30-tól. Visegrád Páty vendége lesz, Tajtót falu pedig a Gödi csapat korábbi kizárása miatt nem lép pályára.